Ez a Kultúrpont. A mai műsorban két rendhagyó kiállításra kalauzoljuk Önöket. Az első egy sokoldalú képzőművész Elkazovszki ihlető bálványait mutatja be, a másik pedig a tudomány és a művészet különleges viszonyát vizsgálja. Festő, performer és díszlettervező, Elkazovszki már életében legendává vált, sajátos magánmitológiát hozott létre, amit most Önök is megismerhetnek. A Várfog Galéria rendhagyó kiállítással emlékezik a 10 éve elhunyt művészre. Nem csak az életben, de a művészetben is extravagánsnak számított. Elkazovszki azok közé az alkotók közé tartozik, akik formabontó ötleteikkel új fejezetet nyitottak a képzőművészetben. Elkazovszki 10 éve hunyt el, a Várfog Galéria most rendhagyó kiállítással tiszteleg a művész előtt. Elkazovszki orosz származású alkotó, 1948-ban született mostani Szentpéterváron, akkor Leningrádban. 10 éves korában került Magyarországra, miután az édesanyja, aki művészettörténész, itt kapott állást és ide költözött. Úgyhogy alapvetően egy nehéz helyzet volt a számára az, hogy beilleszkedjen, de végül is ez sikeres volt, és mondhatjuk azt, hogy orosz származása ellenére a magyar kortárs művészet, vagy a 40 utáni művészetnek az egyik legjelentősebb, legkiemelkedőbb alkotója volt Elkazovszki. Egy nagyon különleges alkotói világgal állunk szembe az ő esetében, nem csak a festményeiben, de a grafikáiban, performanceiban, amiket Jean Panoptikumoknak nevezett, és ténylegesen nagyon egy maradandót alkotott a magyar művészet történetben. Elkazovszki művészetét a 70-es évek első felében az útkeresés jellemezte, nem sokkal később pedig a hazai underground mozgalmak egyik aktív szereplőjévé vált. Saját, csak rá jellemző stílust a 80-as évekre alakított ki. Elkazovszki egy saját magánmitológiát hozott létre, aminek ugye különböző elemei vannak. Ő maga is táplálkozott a mitológiából, nagyon szerette gyerekkorában is a görög istenek, római istenek történeteit olvasta, és ebből is vett, de ugyanúgy az antik filozófia is hatott erre. Tehát például ennek ugye állandó főszereplői ugye ez a kutyaszerű vándorállat, de emellett a torzók, a vénuszok, a párkák, tehát Isten lét, ez őt mozgatta, hogy milyen lehet Istennek lenni, vagy az Istenek hogyan játszanak ugye az emberekkel, és ez a világ őt teljesen a hatalmába kerítette, és végül is a képeken gyakorlatilag ugyanazok a szereplők térnek vissza. Ezért egyébként azt is szokás mondani, hogy ez egy képregény, vagy mondta a képeiről, hogy ezek képregények, aminek a különböző pontjain, vagy különböző kis rubrikáin mindig ugyanazok a személyek köszönnek vissza, csak más-más szituációkban, és ez nem csak a festményekre érvényes, hanem az egész életműre. Tehát amik a festményekben megjelennek, azok jelennek meg a grafikákban, az installációs elemekben, a performanszokban is. Éppen ezért egy nagyon egységes életművel állunk szemben. A művész képein az elérhetetlen után való vágyódás jelenik meg. Ő maga pedig különböző állatok formájában, főként kutyák képében van jelen az alkotásokon. Elkazovszki művészetének alapját jelenti ez a vágyakozás, az, hogy mindig van egy bálványozott tárgy, egy torzó, megjelenhet torzó formában, balerina formában, hattyú formában, őrangyalok formájában, tehát a legkülönbözőbb formákban jelenhet meg, de mindig ez egyfajta ideális szépséget jelent, ami legtöbbször elérhetetlen. Tehát éppen ezért egy folyamatos feszültséget hordoz önmagában, hiszen a kutyaszerű vándorállat és a bálványok között mindig szakadékok vannak, mindig elérhetetlen nagy távolság van, és ezáltal minden esetben ez a belső feszültség és egy belső harc, hogy nem érhetem el ezt a bálványt, sosem lehet az enyém, de mégis folyamatosan vágyódok rá.
Elkazovszki a Várfog Galéria egyik első művésze volt. 1991-ben volt még a legelső kiállítása itt a galéria terében, és utána a haláláig szinte évente rendezte meg a Várfok a különböző tárlatait, és ugye a halála után gyakorlatilag a munkái azok magántulajdonokba és közgyűjteményekbe kerültek szinte az életében az összes mű. Ami megmaradt, azt az Elkazovszki Alapítvány gondozza. Ők rendezték a 2015-ös Nagy Nemzeti Galériás kiállítást, aminek kapcsán például egy nagy adatbázist építettek föl, ami az interneten elérhető. A mi kiállításunk egy tematikus kiállítás, és a bálványok köré épül. Ugye azt gondoltuk, hogy ez a kettős évforduló kapcsán az egy szép gesztus lenne, hogyha a művészre az általa leginkább szeretett vagy vágyódott, ami számára a szépség ideált jelentette, ezekkel a bálványokkal emlékeznénk meg, és végül ez lett a kiállításnak a tematikus alapja, hogy a bálványok jelennek meg különböző formákban. Itt ebben a térben láthatunk torzókat, őrangyalokat, sivatagi homokozós jeleneteket, és vénuszok, párkák jelennek meg, míg a másik két térben még két fontos csoportja jelenik meg a bálványoknak, egyrészt a balettáncosok, másrészt pedig a hattyúnak a motívuma, úgyhogy e köré épül fel a mi kiállításunk. A kiállításhoz még egy évforduló köthető, méghozzá az, hogy Ovidiusnak a Metamorfózis vagy Átváltozások című könyve az pontosan 2010 évvel ezelőtt jelent meg, ami Elkazovszki számára egy nagyon fontos inspirációs forrás volt. Több százszor átolvasta ezt a könyvet. Ugye ebben Ovidius különböző átváltozás történeteket ír le, szintén az ókori mitológiához kapcsolódóan. És az egyik legfontosabb történet ebben a könyvben az a Pigmalion és Galatea története, ami ezen a képen ugye új Galatea ültetvény, ez a címe ennek a festménynek, megelevenedik a Kazovszki féle felfogásban. Ennek az egész történetnek az alapját az jelent, ugye Pigmalion ő egy ciprusi szobrász volt a legenda szerint, aki megfaragott egy gyönyörű szobrot, Galatát, aki beszerelmes lett. És végül is az istenek kegyéből ez a szobor emberré vált, és beteljesült az ő szerelmük. Erről szól ez a Pigmalion Galatea történet. És Elkazovszkinál ugye ez egy fordított történetként jelenik meg, egy fordított Pigmalion Galatea történet van, mert ő mindig az élő emberből csinál bálványt. Tehát nála sosincs egy ilyen boldog beteljesülés, amire vágyik, vagy ami Pigmalionnál lehetséges volt, hogy ember lesz és beteljesül a szerelem, hanem nála mindig az emberből lesz egyfajta bálvány, és ez is szimbolikus az egész kiállításra nézve, ugye mivel a bálványok jelentik az alapvető témakört, és ezen a munkán az is izgalmas, hogy ugye a háttér van megfestve, és erre különböző installációs elemek, vagy kartonból kivágott, fából kivágott kutyafigura vannak felaplikálva. Ez nála egy nagyon fontos alkotói metódus volt, hogy a különböző formákat kivágott, vagy akár más díszleteknél felhasznált munkákat, ezt egy új kép keretében is bemutathassa. Elkazovszki életében és művészetében fontos szerepet játszott a színház, így rendszeresen tervezett díszleteket, és a színház bizonyos motívumai a festményeken is megjelennek. Számára a színház az egy nagyon-nagyon fontos inspirációs pont volt, hiszen a színházban emberekkel lehet úgymond játszani, emberekkel lehet eljátszatni azokat a harcokat vagy vívódásokat, amiket a képeken mondjuk csak egy sík dimenzióban lehet megjeleníteni, és éppen ezért ez nagyon fontos
fontos volt számára a színháznak a stilizáltsága, az, hogy minden drámai, minden patetikus, nagyobb hangsúlyt kapnak az apró részletek. És éppen ezért a színház, mint képi világ is nagyon sok képén megjelenik, tehát látunk olyan képeket, ahol függöny, a színházi függöny jelenik meg, egy előadás tér jelenik meg, tehát ő is nagyon szerette a színházi viszonyok közé elrendezni a saját motívumait. Elkazovszky festményeiből erő sugárzik, ezt a hatást dinamikus ecsetkezeléssel és élénk színekkel érte el. Az egésznek van egy, még a színek ellenére is egy komorabb hangulata, amit például azzal ér el, hogy ilyen nagyon erős vetett árnyékokat, sötét árnyékokat használ. Láthatjuk, hogy itt van ez a kutyaszerű állat, aki feldobta a talpát, tehát egy halott állat, neki is nagyon-nagyon erős árnyékai vannak, itt ezeknek is szintén. Tehát ez egy nagyon erőteljes képi világ, ami megjelenik, és ugyanígy ezek az éles formák, ezek szintén egyfajta fenyegetettséget jeleznek a képen, ugye ott láthatjuk ez a pózna, aminek a vége egy kaszaszerű forma, ugye a kasza, hogyha körülnézünk, több helyen is megjelenik a kiállításon, tehát mindezek egyfajta ilyen fenyegető hangulatot adnak a képnek. A sokoldalú művész egyébként szenvedélyesen gyűjtötte a képeslapokat, plüssállatokat és különböző műanyag apróságokat, amelyeket nem ritkán installációihoz is felhasznált. A különböző installációs elemek, amikből nagyon sok maradt ránk Elkazovszky művészetéből, leginkább a különböző panoptikumoknak, ugye a performanszoknak voltak a díszletei, és ezeket utána felhasználta más kontextusokban is, ugyanígy mi is próbáltuk beépíteni ezt a kiállításba, mint installációs tárgyakat, mint a képek mellé kiegészítő elemeket. Látszik az, hogy nagyon sokféle motívumot vagy apróságot felhasznált. Nagyon szerette ezt a piros és a fekete szalagot, amivel körbekötözte a formákat, de a performanszokban magukat, az embereket is. Ez neki egyfajta, azt mondta, hogy érzéki szépséget jelent a bekötött testeknek a látványa, és ezért ezt nagyon, nagyon szerette. Ugye ez az installációs elem egy sámlira van építve, máshol ilyen különböző lábakon állnak a balerinák, nagyon szeretett ragaszgatni is különböző dolgokat, tehát minél izgalmasabb felületeket akart megvalósítani, ugye ezek a lovak, ami egyébként más képen is visszatér itt a kiállításban, vagy itt például a hajóknak a motívuma, ami megjelenik, de sokszor képeslapokat is gyűjtött, és azokat építette be egyes installációiba, tehát nála mindig megvoltak ezek a források, amiket gyűjtött, szenvedélyesen gyűjtött, és aztán beépített a kompozíciókba. Ezt a kiállítást július végéig láthatják. Egy Los Angelesben élő magyar fizikus, aki hosszú évek óta élénken érdeklődik a képzőművészet iránt, Grüner György közel 100 darabból álló gyűjteményt hozott létre az 1945 után készült magyar képzőművészek alkotásaiból. Ebből a gyűjteményből válogat most a Vasarely Múzeum új tárlata. Egy nem éppen hétköznapi foglalkozás és a képzőművészet különös összefonódása egy különleges életútban. Grüner György fizikusként az ismeretlent kutatta, a művészetben pedig az innovatív megoldásokat kereste. A Los Angelesben élő férfi az 1990-es évek elejétől gyűjti az 1945 után készült magyar képzőművészeti alkotásokat. A gyűjtemény most csak nem 100 remek művet számlál, ebből láthatnak válogatást a Vasarely Múzeumban. Ami a gyűjteményt illeti, az annak a felépítése úgy történt, mintha az ember egy startup vállalatot kezdene el, vannak bizonyos alapelvek, hogy kell
értékeket kreálni, és ez vonatkozik egy technológiai innovációra, de ez vonatkozik a művészetben történő innovációra is. Az innovációt azt azért mondom, mert én egy olyan területen dolgozom, és egy olyan helyen, ahol mindenki pánikszerűen innovál, és ez mondjuk a technológiára, a tudományra vonatkozik. De hát mi tudjuk azt, hogy nem elég egy szép zenét írni, vagy nem elég egy szép színes képet festeni, hanem valami újat kell hozni. És ez az, ami végigvonul itt ezen a kiállításon. A kiállítás segítségével jól nyomon követhetők a 45 utáni magyar képzőművészetben jelentkező törekvések. A gyűjtemény legkorábbi alkotásait az Európai Iskola, illetve a Galéria a Négy Világtájhoz művészcsoport 1946 és 1948 között készült művei alkotják. Három korszakra osztható a kiállításunk tematikája. Egyébként így nagyjából kronológikus sorban tekinthetőek meg a műtárgyak a két termünkben. Tehát a világháború utáni absztrakt művészet igazából a legprogresszívabb képeit láthatjuk itt, hiszen ez gyakorlatilag három évig bontakozhatott ki Magyarországon, a második világháború utántól gyakorlatilag a kommunizmus, kommunista hatalom átvételig. Az utána következő majdnem 20 évben ez ugye nem volt lehetséges, tehát ott egy nagy űr tapasztalható, rengetegen elhagyták művészek az országot. Egyébként Konok Tamás is, és felesége Hetei Katalin, akik Franciaországba emigráltak, és tőlük is számos mű gyarapította a Grüner gyűjteményt, és itt is egy kicsi külön szekcióban láthatunk az ő alkotásaiból egy válogatást. Tehát igazából ők például arra példák ebben a gyűjteményben, hogy tulajdonképpen a magyar absztrakció második születése után, mert hogy azért az első is megtörtént ugye a század elején, igazából ugye emigráns művészként Párizsban tudták kibontakoztatni a művészetüket, ami tényleg nagyon konzekvensen, non-figuratív és minimalista, geometrikus abstrakciót jelent. Az itt maradott művészeknek 68 után volt lehetőségük kísérletezni az absztrakt formákkal. Bak Imrének, Birkás Ákosnak, Nádler Istvánnak vagy éppen Keserű Ilonának csupán egy-egy külföldi ösztöndíj nyújthatott lehetőséget arra, hogy megismerje az absztrakció legújabb tendenciáit. Keserű Ilona a Dühös Közelítés című műve előtt állunk. Ez igazából egy összefoglaló műve Keserű Ilonának, olyan szempontból, hogy nagyon, egy nagyon emblematikus motívum látható a kép alján. Ugye ez a hullám motívum, amit igazából ő elsőként a 70-es években a Balaton udvari sírkövek ugyanilyen formája, tehát a sírkövek tetejének hasonló formájából nyert és alkalmazott a művein. Ugyanakkor a kép másik felén pedig egy gubancolódást vehetünk észre. Ezt nem kell magasztosabban megfogalmazni, maga a művész is gubancnak hívja. Gesztus festészethez közeli alkotásról van szó. Itt is erről van szó, hogy a művész fékezhetetlen szenvedéllyel, ahogy neki jól esik, váltogatva a szürkét, feketét és ezt a barna színt, akár fröccsentésekkel, nagy ívekben körkörös formákat fest, de közben kiegyenlíti ezzel a nagyon szép, nyugodt hullámvonallal, ami egyébként nem egy festészeti alkotás, hanem gyakorlatilag egy relief, amely egy nyers vászonból
készült, tehát egy nyers vásznat applikált rá Keserű Ilona erre a műre, ezt több művén megfigyelhetjük, és ez nagyon különleges igazából festészettörténeti szempontból is. Ez azért kezdett el kísérletezni vele Keserű Ilona ezzel az anyaghasználattal, és ezzel a kettősséggel, mert felfedezte, hogy a saját bőrünk, vagy az ő saját bőre, ugye egy a vászonhoz hasonlatos szín, tehát egy kevert barna, de világos, ami egy tökéletes, homogén, gyakorlatilag olyan, mint tehát az üres kezdeteket mutatja, míg a színek ugye összessége egy barna, tehát ha minden színt összekeverünk, amit ismerünk, akkor abból barna keletkezik, és ez egy ilyen érdekes párhuzam, vagy ilyen asszociációt adott számára. A kiállítása nemrég elhunyt Hence Tamás és Birkás Ákos festőművészeknek is emléket állít. Birkás Ákos képei előtt állunk, egy igazán különleges művel rendelkező festőművész volt, egyébként fotóval is fantasztikus eredményeket ért el, ott is kísérletező módszereiről tett tanúbizonságot. Itt ez a három kép, ami előtt állunk, úgy gondolom, hogy ezen a kiemelt falon a legmonumentálisabb. Ugye ezek két méternél nagyobb alkotások, olajjal festette őket Birkás Ákos, és minden egyes művet kettő vászonra, ezeket elcsúsztatva helyezte egymásra, és úgy érnek össze. Igazából itt maga a festés módja az, ami gyakorlatilag egy kísérletezés, és ennek a lenyomatává válik a műalkotás. Itt egy elliptikus formában egy gumilapot tartva kente körbe-körbe folyamatosan rétegről rétegre a festéket, amit egyébként nagyon-nagyon vastagon használt. Tehát egy nagyon szép textúrája van a képeknek, és nagyon erős hatása emiatt. A rendszerváltás utáni magyarországi képzőművészeti törekvéseket Benedek Barna, Kelemen Zénó vagy Ház Katalin alkotásain keresztül követhetjük nyomon. Ház Katalinnak két olajvászon képe előtt állunk, amelyeket azért párosítottam így össze, egy paravára, mert úgy gondoltam, hogy egy nagyon direkt megfogalmazásai a fizikai vagy matematikai tudományok jelenségeinek. Ugye a baloldali az egy Möbius szalagot ábrázol, egy végtelen, kettős végtelen egyébként a kép alcíme, és a másik képe pedig a napóra vetületei. Tehát ezek jól példázzák azt, hogy Grüner György fizikus, a gyűjtő, hogyan válogatta ki a kortárs magyar művészetből azokat a műveket, amelyek tényleg a mindennapi kutatói életének a gyakorlatilag a szereplőivel is megegyeznek, vagy azokhoz hasonlatosak. Ez a magyar képzőművészetben még nem annyira elterjedt, hogy ennyire direkt módon ábrázolják a tudomány és a művészet kapcsolódásait, de azért van jó néhány művész, akiknek érdemes így odafigyelni az efféle próbálkozásaira, például ugye Ház Katalin, vagy a kiállításunkon résztvevő Volszky András, Bolygó Bálint, vagy Benedek Barna műveire gondolok. Igazából a Vazarelli Múzeum úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos vállalása lehet a jövőben, hogy a tudomány és a művészet határterületei, vagy szintetizáló közös törekvései, vagy jelenségeinek az eredményeit. Én úgy gondolom, hogy Vazarelli Múzeumban mi bemutathatnánk, hiszen a mi alapítónk és adományozónk, ugye Viktor Vazarelli is önmagát egy kutatóművésznek, egy tervező kutatónak hívta, és szerintem
Magyarországon még nincs teljesen kibontakoztatva és felvállalva ez az art and science, art and technology tendencia, úgyhogy remélem, hogy a jövőben is hasonló kiállításokkal vagy művekkel, koncepciókkal tudunk a látogatóknak érdekeset mutatni. A Vasarely Múzeum eddigi legnagyobb időszaki kiállítását szeptember 9-ig tekinthetik meg. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!